A Györffy István katolikus általános iskola 8-osa, Márki Réka igazán sokoldalú tehetség. Legyen szó versmondásról, néptáncról, zenélésről, szívesen fellép mellesleg, jól is tanul, a pályázatokon is eredményesen szerepel. Arról kérdeztük, hogyan is lehet mindezt összeegyeztetni. Kiderült, szülei segítik abban a fiatal lányt, hogy mindenre jusson ideje. Zeneiskolában furuljázott, most klarinétozik, aztán jött a néptánc, és már óvodásként mesét és verset is mondott. A siker titka a szorgalmas tanulás. Anyukám és apukám nagyon sokat segítenek, hogy az időmet jól be tudjam osztani, de hát úgy jön magától az egész. Tehát nem kényszer, hanem ez mindegyik tetszik? Igen, én nagyon szeretem azokat a dolgokat, amiket csinálok. És mi jött először? Hát legelőször elkezdtem furuljázni, és ezt most már 8 éve csinálom, most már 3 éve klarinétozok, plusz Csilla néninél, és utána elkezdtem néptáncolni, ezt is most már 7-8 éve csinálom, és utána jöttek óvodában a mesemondók, most pedig már a prózamondók is. Mit könnyebb elmondani egy zsűrinek egy közönség előtt, verset, vagy egy novellát, prózát? Szerintem egy prózát sokkal könnyebb. Nem. Igen, én azt gondoltam, hogy a verset fogod választani. Hát nekem a próza az azért jobban belemegy a fejembe, mert azokon néha lehet egy kicsit változtatni is. De egyébként mennyire vagy szorgalmas? Hát én úgy gondolom, hogy azért ahhoz képest nem sokszor kell rám szólni, hogy azért üljek le tanulni, bár néha előfordul. És motiválod őket? Tehát mit látsz, hogy miután te ilyen sokoldalú vagy, a hugod is azért elég sok minden láttuk már őt is, a kicsi, ő mennyire kapcsolódik már be ezekbe a dolgokba? Próbálom őket motiválni, mert azért néha azért rájuk kell szólni, hogy na, gyere, csináljuk meg. A hugom ugye nagyon ügyes mindenben, az öcsémnek inkább az ilyen olvasás, meg ilyesmi megy jól. És mondjuk otthon mit csináltok? Te mondtad, hogy lovagolsz, de vannak ilyen közös családi programok nálatok azért. Nagyon sok helyre együtt mentek anyával, apával. Ezek jó dolgok? Igen, mi nagyon szeretünk kirándulni, ahhoz képest elég sokszor megyünk például a hegyekbe, vagy akár Gyulára, most például ott voltunk. A kikapcsolódást a lovaglás jelenti, jó a kapcsolat a testvéreivel, sokat játszik velük, és mindig számíthatnak rá a tanulásban is. Huga 10 éves, öccse 3-os a Györffyben. Én nagyon szeretek lovagolni, és elég sokszor járok oda is. Tesóiddal milyen a kapcsolat? Nagyon jóban vagyunk, sokat játszunk, segítek nekik néha tanulni is. Mesélj róluk, mekkorák ők most már? Hát a hugom most 5-es, ő 10 éves, az öcsém pedig most jött fel ide a nagyiskolába, ő pedig 3-os. Mivel szereti a biológiát, ezzel szeretne tovább menni. A családi kirándulások, természetjárások is kikapcsolják. Osztálytársaival motiválják egymást a tanulásban, a versenyeken. Évvégén szeretne nyelvvizsgát tenni, mert az is fontos számára. 8. évvégén szeretnék nyelvvizsgázni, és onnan tovább menni, vagy ide a gimibe, vagy Debrecenbe. És mi leszel, ha nagy leszel? Marad a mondjuk a zenei vonal, vagy a néptánc vonal, melyik vonalat fogod tovább vinni? Hát igazából még nem tudom, a biológia felé kacsingatok most, én azt nagyon szeretem. Arról nem is meséltél, hogy az is a kedvenced, akkor mesélj egy picit erről, hogy az miért? Hát én nagyon szeretem az ilyen biológiával kapcsolatos dolgokat. Voltam a Kánkároly versenyen is, tavaly ott első lettem. És egyébként egy vidám alaptermészetű vagy, nem? Igen, én nagyon úgy gondolom, hogy elég pozitív vagyok, és próbálok másoknak is boldogságot szerezni, úgymond. Osztálytársaiddal azért elég sokan jól tanultok, és sok versenyen vagytok. Motiváljátok egymást, vagy van egyfajta pozitív értelemben jó kis verseny köztetek? Hát úgy gondolom, hogy mind a kettő igaz. Valamikor, hát nem valamikor, nagyon sokszor segítjük egymást, és minden ilyesmi. Viszont azért néha azért bennünk van a verseny szellem is. Irigyek vagytok egymás sikereire? Hát azért azt nem, de valamikor úgy, ez lehet, hogy nekem is kellett volna csinálni, úgyhogy...